Fú, hát egy kicsit nagy a hangzavar, éppen kávét csinálnak, ott van a... De most miért nem... Igen, mindenkit felveszünk, tényleg, szóval mindenki jön, mosolyog, vannak... mindenki itt van, mindenki mondja magáét. Sziasztok! A szokásostól kicsit eltérően érkezünk, nem a mindennapra lovas kultúrával, ugye tettem már a bejelentést, hogy más formában fogunk érkezni. Most lényegében a díjugratás a kulisszák mögött második etapjával érkezünk, mert volt első, most van a második. Hétvégén most szeptember 5-én és 6-án Simon Puszta egy kétnapos díjugrató versenyt rendezett meg. Hát, nagyon sok starttal. Lényegében a két napra egyelőre, most a mostani állás szerint 539 startunk van, ami kimagaslóan sok, főleg így a nyár utáni első, szeptember első verseny hétvégéjére. Szóval nagyon örülünk, most egy kicsit körbenézünk, megnézzük a lovasokat, megnézzük, hogy miről is szól a mai nap, megnézzük, hogy mi van bent a csárdában, megnézzük a mobilboxokat, ahogy már láthattátok, és körbenézünk egy kicsit, megnézzük az 1-10-et, meg megnézzük az 1-15-öt, azt hiszem 1-15, de majd mindjárt megnézem én is, hogy biztos-e az, és így kicsit élvezzétek velünk ezt a csodálatos hétvégét, eme remek időjárás keretein belül. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, menjünk, gyertek velem! Megérkeztem a díjátadóra, most van az 1 méter 5 centinek a díjátadója. Mögöttem láthatjátok, most be fogunk menni a csárdába, mert elmondom, hogy az Egyesület és a Nemzetközi Rendőrszövetség hogy kapcsolódik a mai naphoz lényegében, mert van egy szám, egy külön díjazás, azt mindjárt bent elmondom nektek, csak bemegyek egy kóláért, mindig a csárdába, és akkor egy kicsit beszélgetünk ott is. Közben megtapsolunk, mert átadták a díjakat a helyezetteknek. Hú, hát egy kicsit nagy a hangzavar, éppen kávét csinálnak, ott van a... De most miért nem... Igen, mindenkit felveszünk, tényleg, szóval mindenki jön, mosolyog, vannak... mindenki itt van, mindenki mondja magáét. Igazából azért jöttünk most be, azért jöttünk ide, hogy a... Ugye, mint már, ahogy megszokhattátok itt a díjugratáson, nálunk a díjugrató versenynapokon, ugye a Simon Puszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület a rendező egyesület, de van most egy külön számunk, az 1-10, lényegében mindig szokott lenni, csak ez most az IPA BRFK Egyesületének a külön díja lényegében, ha jól tudom. De nem sokára meg fogjuk kérdezni erről Császár Mihályt, a Nemzetközi Rendőrszövetség IPA BRFK Egyesületének az elnökét. Őt is elkapjuk egy picit, meg el fogjuk kapni megint Karádi Lászlót, ahogy a díjugratás kulisszák mögött első részében már egyszer beszéltünk vele, ugye a Covid korlátozások után, ahogy megnyitották a versenyszezon, most is beszélünk vele, hogy mégis mi a tendencia, miért is vannak ennyien ezen a hétvégén itt nálunk Simon Pusztán. De amúgy megmutatom a díjakat, szóval azért szerintem jól néz ki, főleg ez az asztal. Ez a díj, amit én valószínűleg sosem fogok hazavinni, de lehet, hogy egyszer mégis. Szóval azért szerintem elég jól néz ki. Nem piszkáljuk tovább, mert valószínűleg ez nem az enyém lesz, mivel nem is indulok ebben a versenyszámban, meg amúgy se. Viszont azt el kell, hogy áruljam, hogy Great Dancer, akit már jól ismertek, a lovam, ma Olán Szabolcs díjugratónkkal és edzőnkkel itt Simon Pusztán ment egy harmadik helyezetet. Sajnos ezt nem tudom nektek megmutatni, de lehet, hogy Szabolcssal is fogunk néhány kis... hát egy pár mondatot váltani. Mit? Miről? A lovarda vezetőnkkel, hogy mégis hogy ment neki, hogy három. Vagyis nem három, harmadik helyezet tudott lenni. Igen, kicsit még kavarodok. Na de menjünk tovább.
éppen pályakarbantartás, nem mondom, szóval éppen pályakarbantartás van, mint láthatjátok, technikai szünet van, most kezdődik az 1-10 ifjúsági versenyszám, és utána meg a különdíjas 1-10, amiről mindjárt meg fogjuk kérdezni Császár Misit, Császár Mihályt, ugye az elnököt, az IPA-nak az Egyesület BRFK elnökét, kicsit össze vagyok kavarodva. Pontosan azért vagyok összekavarodva, mert a szeptember 12-e megy folyamatosan a fejembe, mivel szombaton egy csodálatos rendezvényre invitáltalak meg már titeket, de most is meghívlak titeket ismételten. Fő attrakciónk fél 8-kor a Sárkány Szív, családi történelmi musical Moravac Levent és a Magyar Történelmi Színház közös előadásában. De most menjünk és kapjunk el egy-két embert egy-két interjú erejére. Igen, mert különben beállok a locsoló alá, mert nagyon meleg van. Mindig, amikor dolgozunk, akkor mindig meleg van. Ezt vettük észre, hogy amikor dolgozni kell, forgatni kell, csináljuk a munkánkat, akkor van vagy 30 fok. Amikor meg épp nem dolgozunk, akkor meg esik az eső. Bár ez az egész nyár erről szólt, meg ez a 2020. Na mindegy, menjünk. Szabi. Szervusz. Először is szeretnék gratulálni. Hallottam, hogy harmadik helyen érkeztél be Greatdancerrel. Hogy ment? Igazándiból én nem nagyon ismerem ezt a lovat. Tegnap előtt ültem rajta életemben először. Kipróbáltam, hogy mégis milyen képességi ló. Egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott lóról beszélhetünk. Kipróbáltam, ma megugrattuk, hála jó Istennek, jól szerepel. Minden valóság megvan ahhoz, hogy így tudjon meg. Akkor lényegében most megdicsérted a lovamat? Ezt azért nem mondod, de oda tette magát. Én is megpróbáltam magamból a maximumot kihozni. Elkezdtük egy bizonyos szinten, szépen elkezdtünk építkezni, és akkor egy jó lovat csinálhatunk. Köszönöm szépen, Szabi. Ezt szerettem volna. Köszönöm, szia-szia! Beszéltünk Szabolcsal, megtudtuk, hogy nagyon jó a lovam. Igen. Ott megy Karádi László, a Pest megyei Lovasszövetségnek az alelnöke. Őt is el fogjuk kapni nem sokára, de most elkapjuk Császár Mihályt egy rövidke interjúra, hogy mégis mit képvisel a ZIPA BRFK Egyesülete. Menjünk! Megtaláltuk Császár Mihályt, a Nemzetközi Rendőrszövetség IPA BRFK Egyesületének az elnökét. Jól mondom, Misi? Hogy jól mondom. Olyan kérdésem lenne, hogy mégis mi a véleményed erről a napról? Kicsit a nézőinknek beszélj, hogy ez a díjugrató nap, ez mégis hogy jött, hogy az 1-10-es versenyszámnak ugye a külön díját ti adjátok a versenyzőknek. Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány mondatban gratulálhassak ez a kiváló rendezéshez, és nagyon örülök annak, hogy a Nemzetközi Rendőrszövetség BRFK Egyesülete szervezője lehetett ennek a rendezvénynek. Az én ismereteim szerint 550-nél több indulója volt ennek. Gratulálok hozzá. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy azzal együtt, hogy ismét csak gratulálni tudok a rendezéshez, hogy szeptember 12-én itt fog megrendezésre kerülni az első Nemzeti Rendvédelmi Kultúra és Történelmi Nap, amire szeretettel várnánk a kedves nézőket, hiszen egyesületünk ennek ismét csak rendezője. A ti lovastanyátok, a lovas központotokban érdem, Simon Pusztán, mindenkit szeretettel vár. Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad nekünk, köszönjünk el a nézőktől, és viszont azt még el szeretném mondani még egyszer, ami nagyon fontos, az egész napnak a programját megtaláljátok Facebookon, YouTube-on, és este 7:30-kor viszont történelmi családi musical Nagy Lajos király életéről fog szólni, méghozzá Sárkány Szív kerül bemutatásra a Moravec produkció és a Magyar Történelmi Színház előadásában, ezt nem győzöm hangsúlyozni, szóval mindenkit várunk szeretettel szeptember 12-én, és a belépés ingyenes. Misi, köszönöm, gratulálok szépen. Még egyszer a köszönöm szépen, és köszönöm. Sok sikert. Kívánok. Viszont kívánom, köszönöm. Megtaláltuk Karádi Lászlót, nehéz volt, de megtaláltuk. Kérlek szépen, uram, mint versenyigazgató, ugye készítettünk veled már egy interjút a díjugrató szezon kezdetekor, de most így, hogy szeptember van, elkezdődött az iskola szezon. Simon Pusztát amúgy díjugrató versenyekkor egyre többen látogatják. Most is egy kimagasló start számunk van, 500, majd 550. Mégis neked erről mi a véleményed, hogy ennyien választanak minket, és hogy egy ilyen szépen kimutatható növekedésen vagyunk túl?
Elsősorban azt gondolom, hogy maga a helyszín hozza azt, hogy a környékbeli lovasklubok, lovasok, és a legtöbb kezdő lovas talán a Pest megyében itt kezdi meg a karrierjét. Egész évben arra koncentráltunk a verseny kiírásakor, hogy olyan versenyszámokat, olyan magasságokat tervezünk be a versenynapokban, amik pont őket szolgálják ki. Tehát nem a profi sportot akartuk megtámogatni ezzel a lehetőséggel, hanem azokat a versenyzőket, akik most kezdik a pályafutásukat, vagy akár még amatőr szinten 110-115 cm-re versenyeznek, hiszen az látható volt, hogy a profi lovasok inkább olyan országos helyszíneket választanak, ahol az akadályok magassága ott kezdődik, ahol befejezünk nagyjából. Értem, akkor lényegében az amatőr lovasoknak kedvezünk, és pluszban akkor ezek szerint a lovasok száma az akkor elkezdett bővülni. Én azt gondolom, mindenképpen a megyében meghatározó volt az idei rajtengedély vizsgák létszáma. Ez látható a rajtengedély vizsgát letett lovasok, kezdő lovasok létszáma, hanem az év elején volt 19 induló, most pedig közel 40 van mind a két nap, tehát azt jelenti, hogy ők aktívan elkezdtek versenyezni. Ugye szerencsés a választás, hogy szombat és vasárnapra tesszük a versenyeinket, hiszen pénteken már iskola van, nyilván a szülők is dolgoznak, tehát én azt gondolom, hogy ez is közrejátszik abban, hogy szívesen választják inkább két napra, mint több napra a versenyzők, edzők ezt a helyszínt. Illetve én azt hiszem, hogy most már a színvonalnak is köszönhetjük azt, hogy a jó talajunkkal, jó akadályokon, jó pályákon sikerült meghódítanunk mindenkinek a kedvét, hogy ide jön lovagolni. Valahogy én is erre számítottam, vagy én is ezt gondolom szépen. Köszönöm szépen, uram. Igazán. Hajrá. Találkozunk még. Legyen sziasztok. Így. Sziasztok. Technikai szünetünk van ismét, várjuk az eredményhirdetést, meg várjuk az 1-10-nek a végét is, vagyis hát az eredmény után az 1-10-et és annak a végét. Most itt láthatjuk Ernő bát, Ernő bácsit, én csak Ernő bának hívom, és megy locsolni szépen a pályát. Megyünk karbantartani lényegében. Mi elmegyünk most a mobilboxok fele, megnézzük a többi lovast, megnézzük, hogy a mobilboxokban kik tartózkodnak, mik tartózkodnak, nyilván lovak és nem zsiráfok. Ennyi, megyünk egy kört, és várjuk a napnak a végét. Kettő darab dolgot szeretnék elmondani. Az egyik dolog, hogy még mindig itt vannak a mobilboxok a szokásos helyen, amit már megszokhattak a versenyzőink, meg a fellépőink, meg mindenki. A mobilboxok itt is maradnak, és várják a Pest megyei döntőre érkező lovasokat, ami majd októberben lesz. Nagyon reméljük, hogy jó időjárást fogunk kifogni, és nem havazás lesz, vagy valami egészen más. Így bizakodóan várunk és nézzünk a Pest megyei döntő elé, főleg ezt a versenyből levont konzekvenciát, vagy hogy mondják, lényegében tanulságot, hogy tudunk nagyon jó versenyt és nagyon jó színvonalas versenyt csinálni, így megyünk a Pest megyei döntő elébe, és lényegében mondom, a mobilboxok itt vannak, itt is lesznek, itt is maradnak, és jobbak, szebbek, mint valaha. Menjünk tovább, megnézzük az állatsimogatót, mert azt mindig meg kell nézni. Most már a kecskék is ott vannak, de szerintem már tudjátok, mivel múltkor az egyik mindennapra lovas kultúra részben ezt már elmondtam nektek, és utána meg szépen lassan elérkezünk a napnak ahhoz a pontjához, amit igazából várunk, hogy a Zipa BRFK kupát, díját kiviszi hazama. Na menjünk. Megérkeztünk a kecskékhez. Gondoltuk, hogy megmutatjuk nektek őket. Van egy, kettő, három, négy, öt. Ő éppen kívülről lopja a friss füvet. Megsimogatjuk. Behagyja magát. De cuki. Hát ő hagyja magát, igen. Ő most éppen rákcsál. Igen, kis cukorfalat. És amúgy ott vannak a többiek. Mindenki eszik éppen. Kis cukik. Hát ennyit akartunk megmutatni igazából a kecskéket. Megyünk tovább. Vége az 1-10-es versenyszámnak, és most megyünk az eredményhirdetésre, fölvesszük, és utána gratulálunk mindenkinek mi is. És utána ennek a napnak vége lényegében, és nem sokára láthatjátok is.
Menjünk. Andrea tisztelt ilyet átadja, az emlékplakettet és az érmet pedig Császár Mihály István, a Magyar Szekció VRFK Egyesület elnöke. Kolonádi Lovas Iskola színeiben Kubitton. Na, az van, hogy beültem a zsűri... Na. Szóval az van, hogy beültem ide a másik zsűri tribünbe kicsit bíráskodni, amúgy nem. Nagyon szétszednek már, mert nem kell zenét indítani, most hívott az egyik kolléga, segítenem kell neki. Igazából csak azért akarok így úgymond bejelentkezni így a végszó után, hogy innen is gratulálok minden egyes lovasnak. Reméljük, hogy egy új trendet, egy új díj felé terelhető, vagyis hát nem. A lényeg, ezt újra elkezdem, ez nagyon katyfasz és idegesít, hogy ez rezeg. Forgatok, apa, mindjárt. Köszönöm, szia-szia! Na, gondolom még a kamera forog, szóval, mint látjátok, szétszednek. Szóval, lényegében el szeretnék tőletek köszönni. Beültem ide a zsűri tribünbe, nem zsűriskedni, csak itt most így kényelmesen helyet foglaltam. Az 1-10-nek véget ért, láthattátok, kigyőzött, nagyon izgalmas volt a verseny. Gratulálunk innen is a győzteseknek és a helyezetteknek. Ez jövőre kicsit nagyobban és merészebben lesz megrendezve az IPA BRFK-nak a díja. Remélem, hogy kedvet kaptok minél többen a lovagláshoz, a díjugratáshoz, díjlovagláshoz. Próbálunk minél több ilyen kis érdekes szösszenetet, ami Pest megyei döntő is úgymond le lesz vlogolva, fel fogjuk venni, és közvetíteni fogjuk a nagy Pest megyei döntőt itt Simonpusztán a Nemzeti Lovas Kultúra Központban. De viszont nem győzöm elégszer hangoztatni, hogy szeptember 12-én rendvédelmi nap Simonpusztán. Kapunyítása 1 órakor, nagyon színes programokkal és sárkányszív 19.30-tól a Nemzeti Lovas Kultúra Központban. Ezt jegyezzétek meg, tényleg nagyon jó lesz. Viszont lassan elköszönök, mert zenét kell indítsak, meg még ezt-azt el kell intézzek. Köszönöm szépen, hogyha végignéztetek, mindenféleképpen kövessetek Facebookon, és kövessetek minket YouTube-on, hogy semmiről ne maradjatok le. A mindennapról lovas kultúra is megmarad, csak nem ebben a formában, mind ahogy azt már elmondtam nektek sokszor. Szóval kövessetek, minden szuper lesz, és nagyon érdekes tartalmakkal fogunk nektek jönni. Sziasztok!